Több mint 356 millió forintból fejlesztik a horgászturizmus Tiszaroffon. A belügyminisztériumi forrásnak köszönhetően európai színvonalú horgászturisztikai központ került átadásra a Tisza partján fekvő településen. A belügyminisztérium pályázatán elnyert gazdaságélénkítő program keretében megvásárolt új motorcsónakot és a most elkészült épületeket mutatja Vankóné Jekli Anikó polgármester Tiszaroffon. A településvezető szerint az elkészült projekt Tiszaroff fejlődését szolgálja és a horgászturisztikai szolgáltatások bővítését teszi lehetővé. Felújításra került két épület, és egy 398 négyzetméteres új épület került megépítésre. Egy súlyapályát építettünk a komplejárunknál. Teljes eszközbeszerzés valósult meg a beruházás keretében, két gyönyörű csónak megvásárlásával kiegészülve. Réti Pál helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja a gazdasági lehetőségek szélesítése, munkahelyek teremtése, az élhetőbb települési környezet megteremtése. Kiemelte, hogy Tiszaroff legfontosabb potenciálja a Tisza közelsége, így a horgászturizmus fejlesztése. Az a típusú fejlesztés, ami most a kormányzati szinten megindult, ami vízügyi igazgatást is nyilvánvalóan fogja érinteni az elkövetkező időszakban a kerékpárutaknak a fenntartása és a víziturizmus fejlesztése szempontjából. Én azt gondolom, hogy a térség foglalkoztása szempontjából nagyon-nagyon előremutató. A Tiszató és térsége kormányzati támogatásoknak köszönhetően dinamikusan fejlődik. A cél az, hogy a horgászturizmus tovább erősödjön, és 2030-ra valamennyi magyarországi szabadvízi strand megújuljon és európai színvonalúvá váljon.